Műsorunkat a Zselici Tájvédelmi Körzet egyik ikonikus helyszínén kezdjük, mégpedig a Zselici Csillagpark területén. Egy különleges esemény adta a látogatásunk apropóját, előbb azonban ismerkedjünk meg az intézménnyel. A Zselic kellős közepén vagyunk, Zselici Tájvédelmi Körzetben és a Zselici Csillagparkban, ami ugye azért épült 2015-ben, hiszen mindenki tudja a Zselicről, hogy viszonylag távol vannak itt a nagy fényforrások, a zavaró városok, úgyhogy egy nagyon jó minőségű, nem tökéletes, de nagyon jó minőségű sötét égboltot látunk itt a fejünk fölött, és ez egy nagyon nagy érték, ez egy óriási érték, a háborítatlan, sötét, fényszennyezéstől viszonylag mentes és csendes csillagos égbolt, úgyhogy szerencsére voltak nagyon bölcs emberek, akik úgy gondolták, hogy ezt az értéket valamiképpen meg kellene őrizni a jövő nemzedéke számára. Úgyhogy maga a Zselici Tájvédelmi Körzet, tehát a védett terület kapott egy ilyen, ha úgy tetszik, kitüntetést vagy rangot, hogy Csillagos Égbolt Park címet viselhet. Ez azt jelenti a mi laikus nyelvünkön, hogy az egyik legtisztább égbolt van itt ezen a területen, nem zavarja ezt a városi fény. Ekként olyan mutatókkal rendelkezik, hogy ezt a bizonyos címet megkaphattuk. 2015. május 23-án nyitotta meg kapuit ez a létesítmény, mára már közel 100 000-es forgalommal, látogatószámmal. Itt az Zselicben egy csodálatos természeti környezetben létesült ez a csillagvizsgáló, és ugye itt nagyon sok lehetőséget rejt magában ez a környék, ugyanis egy természetvédelmi területnek a kellős közepén vagyunk, mondhatni. Tehát itt nagyon sok lehetőség van túrázni, gombázni, nem csak a csillagokat leszni. Tehát itt azért nappal is azért elég jól el lehet tölteni az időt bárkinek, aki erre jár és itt szeretne kikapcsolódni, egy kicsit megpihenni, vagy esetleg túrázni. És akkor most térjünk rá az okra, amiért ellátogattunk a Zselici dombok közé. Egy részleges napfogyatkozás az, ami nem csak az érdeklődőket, hanem stábunkat is a helyszínre vonzotta. Izlandtól, Indiáig, Észak-Afrikától, egészen Mongólia csücskéig egy elég nagy területen látható a részleges napfogyatkozás. Ami ma történik, annak teljes fázisa nincs, tehát olyan szerencsés ország, ahol teljes napfogyatkozást lehetne megfigyelni, olyan most nincsen. A holdnak az árnyéka, a teljes árnyéka elrobog a föld fölött. De a részleges árnyék a elég nagy területet érint, a nap átmérőjének úgy körülbelül a 40%-áig harapott bele a hold. Tőlünk észak-keletre, Ázsiában azért majdnem a 80%-át kiharapja a hold a napból, és a következő esemény, hát körülbelül 2025 tavaszán lesz egy nagyon-nagyon aprócska, egy éppen hogy csak érintőleges, részleges fogyatkozás. Rengetegszer voltam itt, tehát én ilyen, nem azt mondom, hogy napi szinten, de azért elég gyakran megfordulok itt a csillagvizsgálóban, ugyanis amatőr csillagász is vagyok, és most még ilyen amatőr asztrofotósként is próbálkozom itt. Nagyon sok vendégünknek javasoltam az elmúlt napokban, hogy szerezzen be napfogyatkozás néző szemüveget, és érdemes ezt a jelenséget nem egyszeri pillantással letudni, hanem mondjuk 10-15 percenként erre a két órás jelenségre rápillantani. A jelentős fényességváltozás nem lesz, a természet ebből sokat nem fog észlelni. Viszont van egy érdekes aspektusa a mai eseménynek is. Vendégeket szoktuk ezzel bombázni, hogy mit észlelnek, mi történne az égbolton, hogyha hirtelen megállna a földnek a forgása. Azt tapasztalnánk, hogy a hold szépen lassan végig araszolna az égbolton, de érdekes módon nem keletről nyugati, hanem körülbelül nyugatról keleti irányban, ahogy kering körülöttünk. Hogy aztán mi történne a nappal és mi történne a csillagokkal, az megint egy érdekes eszmefuttatás. Lenne most maradjunk csak a holdnál, tehát ilyen fogyatkozás idején észlelhetjük azt, hogy az égitestek mozognak és keringenek. De erre jó például a fogyatkozások. Egy klasszicista csoda újult meg Fejér megyében, egészen konkrétan Dék település határában. A Festetics család kastélya külső-belső megújulást követően került átadásra, amely a kastély felújítási program sokadik elemeként született újjá. A jelenlegi generációnak két feladata van, egyrészt méltó módon megemlékezni a múltról, tehát felújítani, eredeti állapotában helyreállítani ezeket az épületeket,
másrészt pedig olyan tartalmat telepíteni ezekbe az épületekbe, amik lehetővé teszik, hogy valójában ezek ne mauzóleumként és ne üres épületenként funkcionáljanak, hanem a helyi közösségeknek és az ország egészének a javát szolgálják. Ezért az a munka, ami 12 évvel ezelőtt megindult, és ma eljutott oda, hogy több tucatnyi felújított várról és kastélyról gondolkodhatunk, ez nem áll meg, ennek a munkának folytatódnia kell. Másrészt pedig el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy a felújított kastély és vár együttes hogyan miként lesz olyan tartalommal telítve, ami hozzáad ezekhez az értékekhez, tehát építészetileg megőrzi, megtartja és konzerválja a múltat abban a tekintetben, hogy nem tudunk mit hozzátenni ezekhez az épületekhez, csak fenn kell tartani a korábbi tervezéskori állapotot és az első megépüléskori állapotot, viszont funkcionalitásban a mai kor kihívásainak kell ezt megfeleltetni. Nem szabad elfelejteni, hogy ezek az épületek, így a Fessetics kastély régen is otthonok voltak. Itt laktak emberek, és ezek az otthonokból most egy olyan koncepciót kellett találni, hogy saját magukat fent tudják tartani. Nyilván mi itt régen egy nagyon szép kiállítással készülünk, ahol részben be lesz mutatva a családtörténet, a magyar klasszicizmus, és amit itten végül is az emberek csináltak. Kedves közönség! Elnézést kérek, hogy a családommal nem lehetünk jelen ezen a nagyon fontos kastély megnyitón. Hálás vagyok a hatóságoknak és mindenkinek, aki részt vett a felújításban. Remélem, a kastély továbbra is helyt ad a családom hagyatékának ezen a csodálatos vidéken. Minden érdeklődőnek élményekkel teli látogatást kívánok. Élvezzék a kastély adta lehetőségeket. Arrivederci, a presto! Eredetileg a klasszicista épületek egyszínűek voltak, és ez tulajdonképpen egy műemlékes gyakorlat volt, hogy sárgára festettek minden műemléket, tulajdonképpen megkülönböztette a többi épülettől. Igazán mi az eredeti állapotba szerettük volna visszaállítani, és itt figyelembe vettük azt is az eltérő porozítású felületeket, azokat egy picit sötétebb színnel különböztettük meg, mert régen a mészfestés, ami eredetileg a klasszicista kastélyon volt, az annak más volt a fedőképessége, és más, hogy mutatott a eltérő porozításos textúrájú anyagokon. Tehát a színválasztás pedig egy nagyon-nagyon hosszú procedúra volt, több színt próbáltunk ki, magunk kevertük a színeket, azt az inspirációt, amit mi próbáltunk megkeresni ebbe a kastélyba, próbáljuk átadni az embereknek, és csodálatos látni mosolygó arcokat, csillogó szemeket, elismerő szavakat hallani, mert ez volt a célunk, hogy mások is átérezhessék azokat az érzéseket, amit mi itt megkerestünk, megtaláltunk és igyekeztünk bemutatni. A kastély épülete is egy nagyon rossz állapotban volt, amiből sikerült ezt így megmenteni, és hogy ami a mi részünket illet, tehát én a műtárgyak restaurálásért vagyok itt felelős, és a műtárgy környezet az, ami itt engem ebbe a kastélyba igazából a főbb munkám, és hát az a nagyon szomorú, hogy sajnos az épületek üresen maradtak. Óriási szerencse az, hogy azért elég sok könyvet sikerült, igazi eredeti könyvet, amik régen is itt voltak a kastélyban, ezeket visszakérni a kiállításra, ezek jelenleg lehet látni őket a könyvtárban, ez két helyről érkezett, Keszthelyi Helikon Múzeumból érkezett, és a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárából tudtuk ezeket visszakölcsönözni. Nagyon nagy munka áll az egész mögött, nagyon sok szakember dolgozott rajta, hogy a jelen kiáltás ilyen állapotban láthassa a néző. Rengeteg olyan feladatot kellett megoldani, ami sokszor nyögvenyelősen ment, de most úgy néz ki, hogy így nagyjából minden a helyén van, és hát az embernek ez egy nagy boldogság, hogy ez akkor most elkészült és készül. Mi nagyon próbáljuk felkészíteni a látogatót a parkolótól ide sétálva, hogy kibontakozzon ez a gyönyörű szép homlokzat, nyilván maga az épület. De hát ez az épület egy zümbiózisban van az egész angol parkkal, és csak ez a teljes hozza be azt az egészséget az emberbe és a látogatásba. Így tényleg az lenne a jó, hogyha az ember egy pillanatra megállna a tisztáson a kastély előtt, és hagyja hatni magára a nagy tölgyet, aki épp annyi éves, mint a kastély. És először az ember járjon körbe a kastélyba, vegye föl ezt a klasszicizmusnak a stílusát,
már egy kicsit az atmoszféráját is ennek az egész épületnek. Szóval nagyon javaslom a látogatóknak, először szép nyugodtan járják körbe a kastélyt, nézzenek távoli tisztásokról vissza a kastélyra, és utána lépjenek be a kiállításunkba, és nagyon sok szeretettel várjuk őket. Erdő Ernő bácsi meséi. Mi ez a vadászkürt? A vadászkürt hangja elválaszthatatlan a vadászatok, vadásznapok hangulatától. Olyan fúvós hangszer ez, melyen nincsenek billentyűk az egyes hangok képzéséhez, ezért ahhoz, hogy tisztán szólaltassák meg, nagyon jó kürtösnek kell lenni. Ráadásul hóban, fagyban tökéletesen kell tudni kürtölni, hiszen a vadászkürt szignálok tájékoztatják a vadászokat a vadászat elejéről és végéről, sőt minden vadnak saját kürtjele van. Így tisztelegnek az elejtett zsákmányuk előtt. A kecskeméti Vackor Vár Erdei Iskola ezúttal egy különleges rendezvénynek adott otthont, méghozzá az első ízben megrendezett nemzetközi vadászkürtös találkozó eseményének. A többnapos programnak része volt többek között egy kürtös tanfolyam, valamint a teríték melletti közös kürtölésre is lehetőség nyílt. Így bizton állítható, hogy mind a tanulni vágyóknak, mind a gyakorlott kürtösöknek kellemes időtöltést biztosított a rendezvény. A célja mindenféleképpen az, hogy a határon túli barátainkat is kürtre tudjuk oktatni, a kürtös élet beinduljon ezeken ez a vérkeringésbe bekerüljön, és minél több terítéknél, minél több vadászrendezvény mellett ugye kürtöljenek az ottani kürtösök. Nem beszélve arról, az itthoni magyarországi kürtös csapatoknak viszont rettentő fontos gyakorlás, egy olyan fajta barátságok kötődnek egyébként, amit hosszú-hosszú éveken keresztül akár a csapatok egyének tudnak ápolni. Megmondom őszintén, amikor idejöttem, én ma tudtam, hogy milyen lesz, mivel nem ez az első rendezvény, meg igazából egy-két új arc van, akivel még nem találkoztunk, de talán a vadászkürt képes erre is, hogy olyan határokat old fel, meg olyan emberi kapcsolatokat teremt, aminek ez az eredménye, hogy minden szünetben bohóckodunk, összeélünk, beszélgetünk, szakmázunk, kürtelünk, tehát itt igazi emberi és jó baráti kapcsolatok születtek. Hát nagyon szépen köszönöm elsősorban a szervezőknek, hogy ránk gondoltak, és a délvidékre is egy kicsit esett egy kis napfény, és el tudtunk jönni ide erre a vadászkürtös találkozóra. Ez nagy-nagy öröm számunkra, és hát nagyon reméljük, hogy ezt a tendenciát folytatni fogjuk továbbra is, és nagyon szívesen vagyunk itt. Elsősorban lélekhez szól ez a kürt, ez a szignálok, ugye, és aki vadász ember, azt mindenféleképp megérinti. A vadászkürt funkciója az idők során némileg megváltozott, azonban a közösséget összetartó ereje a jelenben is fontossá teszi szerepét. Azt szokták mondani, ha a vadászkürtről valaki beszél, hogy ugye a vadászkürt alapvetően ugye kommunikációs eszközként volt jelen annó régen. Ugye ezzel a vadászatokat ezzel irányították. Hajtás kezdete, hajtás vége, hangosan, halkan, tehát kocsira hívás, egyéb szignálok voltak erre. Ma már nem, mert ugye a mobil eszközök, mobil kommunikációs eszközök ugye ezt már felváltották. Viszont mégis azt mondom, hogy a vadászkürt számomra egy olyan kommunikációs eszköz, ami áthidalja a határokat, összehívja az embereket, tehát mégis működik, mint egy kommunikációs eszköz. Natúr vadászkürtnek a legfontosabb és legmeghatározóbb szerepe az a vadászaton van. Hiszen ugye tradicionálisan mindig is ugye a vadászatot irányította, és a vadászatot fényezte, aranyozta be ez a hangszer. Persze úgy, hogy sosem a kürté volt a főszerep, a kürt mindig egy ilyen alázatos kísérője ezeknek a rendezvényeknek, de ma már azért a vadászkürtnek van egy másik oldala is, amikor a különböző kürtegyüttesek nemzetközi versenyeken is meg tudnak méretni. Ha kürtölés,
akkor kikerülhetetlen Agyaki Gábor személye, kinek szerepe, szerénytelenség nélkül állíthatom, óriási volt a hazai vadászkürtös élet felvirágoztatásában. A kezdetekről őt magát kérdeztük. Tudtuk, hogy mit akarunk, de nem volt az egész fölépítve abszolút, mi csak szerettünk volna a teríték mellett kürtölni. Ennyi volt, hogy szerettünk volna, szeretjük a terítéket egyáltalán, amikor ott állunk a vad fölött, és szerettünk volna egy kicsit tovább maradni a terítéknél, egy kicsit még többet adni a vendégnek, és hát így jött aztán a kürt, de azt megmondom, hogy amikor elkezdtük 80-as évek közepén Magyarországon egyetlen egy kottát, mondjuk a terítéken a vaddisznó, vagy terítéken a szarvas, vagy köszönt, hogy semmiről kotta nem létezett, hangfelvétel nem létezett. Nyilván kürtösök voltak a komoly zenébe természetesen, de mint vadászkürtösök, akik natúrkürtön vadászkürtszignálokat játszottak, ez abban a pillanatban nem volt. Teljesen magunktól is ilyen autodidakta módon tanultuk az egészet, és persze lestük mindenhonnan külföldi vendégektől. Ha jött olyan vendég, akinél volt kürt, akkor kérdeztük, hogy hogyan, hogy kell odaállni, mit kell csinálni. 10 évig szinte egyedül voltunk a porondon, úgymond, és hát mindenhova mennünk kellett, mindenhova. Ha egy akármilyen megmozdulás volt, lehetett az a minisztériumban, lehetett az bármelyik nagy erdő, nekünk ott kellett lenni. Azt meg kell mondanom, hogy mind a mai napig számomra és az akkori kürtös kollégáim hatalmas kapcsolati tőke volt ez. Tehát én a vadászkürtölésnek nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Szinte mindent. Nekem személy szerint a vadászkürtölés nagyon sok barátságot hozott. Hozott nagyon sok szakmai elismerést az elmúlt életemben, és azt kívánom nem csak a vadászkamara kürt együttes, hanem a magyar vadászkürtös kultúrának is, hogy mindig találja meg azokat az apró céljait, amivel ezt a kultúrát folyamatosan tudjuk fejleszteni, és át tudjuk adni az utánunk érkező generációknak. Mint minden hivatásnak, a természetfotózásnak, filmezésnek is megvannak azok a vágyott, sokszor évekig dédelgetett, aztán a semmiből egyszer csak megteremtődő pillanatai, melyek az igazi örömét adják a tevékenységnek. A természetfotós ráadásul nagyon kiszolgáltatott, hiszen tudhat bármennyit is a vadról, ismerheti bármennyire jól is kedvenc fotóterületét, ha a vad úgy dönt, hogy nem jön, nem úgy jön, nem olyankor jön, akkor bizony nincs eredmény. Ha nem olyan az időjárás, nem úgy esnek a fények, vagy épp a tökéletesnek induló fénykép elkészítése előtt 20 másodperccel megfordul a szél, nos, a természetfotósnak meg kell barátkoznia rendelt sorsával. Neki csak igazán. Furcsa lelki állapot ez, mert az ember nem akarhat jó képet vagy snittet készíteni, miközben éjjel-nappal fejében rajzzanak, szinte benne élnek a képi gondolatok. Hiszen alig várja, hogy a valóság egyszer csak úgy rendeződjön, hogy pontosan kiadja az esetleg évek óta vágyott, remélt, megálmodott nagy természetfotót, melynek kapcsán fotósunk teljesen tehetetlen, mert nem teremtheti meg a feltételeit, nem rendezheti meg a körülményeket. Nem közölheti a búgás közben épp csetepatéra készülő vadkanokkal, most tessék agyarat villantani és taszigálni a másikat, vagy úgy állnak, vagy nem, vagy látszanak, vagy nem. Lehet a pillanat megismétlődik egy perc múlva kiválóan, vagy épp évekig nem lát ilyet a még oly elhivatott vadászfilmes sem. A jó természetfotó pillantásnyi érintés készítésekor tűnékeny, valójában mégis örök kapocsa való világgal. Azzal az ősi, régi civilizáció előtti igazival, melyben még nem tolakodtunk bele, melyben nem az emberi törvényeink hálózatán folynak az események. Pillanatnyi érintés az állandó menekülő készenlét, az őszinte harc, az azonnali reakciók félénk birodalmával, ahol finoman és csöndben láthatatlanul megjelenni maga is komoly tudás, maga a beszélt nyelv, maga az ismeret.
de az adomány, a kép vagy a snitt páratlan érték. A természetfotós valójában nem szarvasokat, vatkanokat, muflonokat, eseményeket fotóz. A jó természetfotó vagy egy ideális természetfilm béli snitt adomány. Készítője méltónak találtatott arra, hogy az emberekkel kapcsolatos minden eddig ellentétes tapasztalata ellenére bízzon benne a természet. Általa valamennyünknek megadja az igazi világ gyönyörködtető teljessége megismerésének lehetőségét. Erdő Ernő bácsi meséi. Milyen ragadozók vannak az erdőben? Az erdő nagyon sok fajta állatnak ad otthont. Ezek közül némelyek növényeket, füvet, faleveleket eszegetnek, mint a szarvas, őz. De vannak olyanok is, amelyek más állatokkal táplálkoznak. A leggyakoribb ragadozó a magyar erdőkben a róka, aki főleg egerekkel, kisebb állatokkal táplálkozik. Kis ragadozóként a nyestet, a menyétet vagy a patakokban élő vidrát szoktuk emlegetni. A tápláléklánc tetején helyezkednek el a nagy ragadozók, mint a medve vagy a farkas. Velük azonban hazánkban csak állatkertekben találkozhatunk. Kedves nézőim, a mai adásunkban bevert tojás hadikmótra fogunk készíteni. Első lépésként fogjuk a darált húshoz, hozzáadjuk a tejbe áztatott zsemlét. Ízesítem sóval, borssal. Teszünk hozzá fokhagymát, összekeverem a tojással, összedolgozzuk. Kiformázzuk, a formázásnak is van egy különleges része, hogy az egyik oldalába egy hüvelykújnyi lenyomatot kell tennünk, ezt azért kell beletenni, hogy szépen abba bele fogjuk majd helyezni a bevert tojásunkat, a budjantott tojásunkat, és hozzá fogunk egy gombamártást készíteni. Ételünk névadója Hadik András, kisnemesi családból származó tiszt volt, a császári királyi hadseregben szolgált, fiatal koráról már nagyon nagy eredményeket ért, későbbiekben tábornok, ellenőrző tábornok volt, rábízták az egész hadsereg anyagi ügyeinek az intézését, költő volt, hadvezér volt, ez a mi számunkra nagyon fontos ember. Elkészült a fasírtunk, második lépésként pedig elkezdjük készíteni a tejszínes gombamártást, vöröshagymát apróra vágok, vajon megpirítom, majd erre ráteszem a felszeletelt gombánkat. Ízesítem sóval, fűszerezem egy kis fehérborssal, illetve vágok hozzá friss petrezselyem zöldet. Egy tejszínes habarással be fogom sűríteni, és ez a sűrített mártásunk pedig az lesz, hogy ezzel vognjuk be az ételünket. El fogom készíteni ecetes babérleveles sós vizet, ebbe fogjuk kifőzni a habartojásunkat, és utána pedig össze fogunk állítani az ételt, hogy látványos, szép és kívánatos legyen a kedves nézőknek is, és otthon önök is el tudják készíteni. Kedves nézőim, elkészült az ételünk. Össze fogom önöknek állítani, hogy lássák, hogy kellene kinézzenek az ételnek.
szépen ráhelyezzük a habartojást a fasírtunkra. Jó étvágyat!